No, hát szóval, hát már gyakorlatilag azt tudom, hogy hogy kell indítani a kamerát. Na jó reggelt kívánok mindenkinek. Lenémítom a telefonomat. Hát olyan ritkán találkozom a telefonommal most, telefonommal, kamerámmal, hogy már gyakorlatilag meg sem ismertem, már be kell mutatkoznak neki, hogy hello, hello, sziasztok. Szóval, hogy ki vagyok, mi vagyok. Nem tudom, hogy mit látok belőlem, mert most még elég sötét van, bár 4:80 már, úgyhogy hát elég uncsi konyha vlog lesz ez még, ilyen reggel ilyen magamhoz térős vlog, vagy nem is tudom micsoda. Nem tudom, is tudom, mivel kezdjem az igazság, mert téma az mindig van 600 millió, és csapongani sem szeretnék. Szóval az a helyzet, hogy hát bizony lassan már február van, és még nem jelentkeztem be az idén, úgyhogy tulajdonképpen 2020-nak ez az első videója, a 2020-nak ez az első videója. Fölkapcsolom a lámpát, aztán legfeljebb rosszabb lesz a dolog, nem tudom, most már mindjárt meglátjuk. No, hát nem feltétlenül meg az. Csak hát így legalább látom belőle valamit. Behúzom itt az ablakot, csak a félvilág hallja, hogy miről beszélek. Jó, hát ez tulajdonképpen úgy is nyilvános, hát most úgy is YouTube téma tulajdonképpen. Csak ezt nem szeretem, hogy egy ez az épület, ami itt van mellettünk. Nem tudom mutatni, bár mutattam már többször, de annyira visszhangzik, annyira visszatükröződik a hang, hogy az, ami eszméletlen. Na, szóval nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy ez 2020 első videója. Hát ugye beszéltem nektek változásokról, meg egyéb ilyen dolgokról. Ezek természetesen lesznek, csak hát ez részben money money. Illetve úgy gondolom, hogy leginkább money money, másodrészt meg idő kérdése. Részben időjárás kérdése is egyébként, igen, mert mostanában azért hát ilyen soft tél van, vagy ilyen soft winter, ilyen nagyon furcsa, ilyen késő őszi idő van, inkább úgy mondanám, mert azért ez még nem az azt a rohadt tél van, nincsen fél méteres hó, meg ilyenek, meg mínusz 20 fok, nem is hiányzik egyébként, megmondom őszintén. De hát ugye karácsonykor megint nem volt fehér karácsony, mit tudom én, de hát ez már amúgy is egy olyan elcsépelt közben gyakorlatilag ez a fehér karácsony, hogy na. Hát szóval elteltek az ünnepek. Nyomtalanul szinte. Mi is már lebontottuk a karácsonyfát. Ugye hát el volt már szára, de nem potyogott egyébként. Nem is tudom már milyen típus volt, de nem potyogott. Csak elszáradt szó szerint, és mit tudom én már úgy. Volt egy olyan év, mikor gyakorlatilag április végéig megvolt a karácsonyfánk. De az műfenyő volt. Igen. Csak azzal meg úgy vagyok, hogy jó, praktikus, meg mit tudom én, de olyan izé, olyan rideg, olyan az is műanyag, az is made in China, adjuk már tényleg. Amúgy szóval már bekapkodtam a vitaminjaimat. Már orrvérzésem is volt ma reggel. Jó, hát nem mondanám, hogy a húha, de hát ez ugye az orrvérzés az mindig két-három dolognak lehet ugye az elsődleges jele. Az egyik az, hogy kezdődő vírusinfekció. A második az, hogy végződő vírusinfekció. Ezt kevesen tudják, de nem feltétlenül a vérnyomás okozza az orrvérzést. De lehet az is például egy pillanatnyi vérnyomás megugrás, és tulajdonképpen ezt még egy orrfüggvégész orvos kollégától, mert hát ugye én egészségügyben dolgoztam közel 20 évig, tehát az azért mondom, hogy kollégától, hiszen valamelyest azért annak érzem magam még a lelkem mélyen valahol, egészségügyi dolgozónak, bármilyen ciki, de ez így van. Jelentős
tányadat tette ki az életemnek azért ez a szakma, meg ez a hivatás, mert én ezt mindig hivatásnak mondtam, és nem szerettem, hogyha azt mondták, hogy szakma, mert ez csak részben szakma, elsősorban hivatás. Én még így fogtam fel, és hát, hogy ez volt a bajom az életben, hogy én ezt így fogtam fel, és nem úgy, hogy egy ilyen kényszerűség. Egyfelől relatíve kényszerűség volt, de senkit nem kényszerítettek arra, hogy ezt csináljuk. Tehát ezt azért hangsúlyozom, tehát van egy-két olyan dolog az életben, hogy nem mondom, ami tényleg csak arról szól, hogy a kényszer. Ugye, mint például, amikor jön egy nyomorult rohadt szám, hogy most a ládának ugye mi más értelme van, mint hogy check, számlevél. Tehát én azért szartam, mert bocsánat, azért potyantottam le azt, hogy mikor lesz postaláda, meg mit tudom én, jó, van már. Csak hát a levél, szóval nem mindig találnak ide a levelek úgy, hogy kéne. Itt valahogy ülődik, semmilyen működik normálisan egyébként. Na hát szóval, tulajdonképpen hogy egy kigyógyult békát elkezdek megint beszélni. Hát már fejezet az változatlan, azt kell mondjam, egyelőre mindennaposabb a dühött dolgok, ugye az ilyen rohadék dolgok a mávval kapcsolatban. Egyszerűen kételnek ezt a rohadt menetrendet tartani, nem is érdekli őket szerintem, úgy van például, hogy minek utazik a hülye. Szóval egyelőre még katasztrofális a szituáció, és nem nagyon látom azt, hogy itt bármilyen változás lenne ez ügyben, úgyhogy én erről nem is akarok most túl sokat dumálni, sőt semmit, mert már tényleg dögunalmas téma. Úgyhogy... Na, hát ugye... Azért vannak olyan projektek, amiket még nem akarok itt nagyon így előre vetíteni. Aztán valaki lenyúlja az összetemet és a kujzé. Azért nem így van ez. Tányér. Narancssárga. Műanyag tányér. Megszoktam, hogy ebből reggelizek. Van porcelán is egyébként, mert még valaki. Jaj, kamerára futja, de porcelánra már nem. Nem erről van szó. A praktikusság, meg egyszerűség most. Na szóval, hát nem tudom, hogy... Tulajdonképpen egy relatíve aktualitás, kérem szépen. Nem tudom, hogy... Szerintem ez valami kezdődő vírusinfekció lehet, mert most kezdek berekedni. Na, minden majd alakul. Szóval nem tudom, hogy ki jár a Népliget felé, és milyen sűrűséggel, és mennyire vagytok széles látókörűek, ugye, ha már ilyen tech videósan akarok megszólalni. Hát kérem szépen, hetek, sőt majd gyakorlatilag hónapok óta zajlik a Népligeti buszpályaudvar mögötti hatalmas nagy telken egy ilyen építkezés. Először bontást, aztán építkezésbe csapott át a dolog. Hát én is így találgattam, hogy vajon mi lesz itt? Húha, vajon mi lesz itt? Ugye tippeltem irodaházra. Mert mondjuk ott a környéke relatíve az nem nagyon van. Ugye van a Telekomnak a palotája, ugye ott a Bruppama Arena közvetlen szomszédságában, ugye. Ahol gyakorlatilag én Magyarországon, jó, biztos, hogy volt ennél már több toronydarú is összehalmozva egy kupacon, de mikor a Telekomnak épült ez a nagy palotája, amit mondjuk inkább ami kedvezményekbe fektettek volna, meg a tarifák realizálásába fektettek volna, meg más egyéb energiák felé, más egyéb dolgokra szórták volna el a pénzt, akkor lehet, hogy olcsóbb lett volna a szolgáltatás, de hát de nem, meg itt nem. Na mindegy, hagyjuk is. Szóval, hát itt tippelgettem ugye arra, hogy irodaház, mert semmi nincs kitéve,
Semmi. Zéró, semmi, nem tudom. Ha találok egyébként fotót róla, mindjárt mondok, hogy mi lesz ott végül is, akkor majd fogok berakni egy ilyen látványtervet, ha esetleg találok róla, ha találok róla valami képet, fotót, vagy rajzot, kinek mi tetszik. És hát tippeltem ugye Lázára, de hát ugye most elvileg Budapesten plázas pap van, bár sokszor volt már plázas pap, és ezt általában azért pénzzel meg szokták oldani, hogy ne legyen plázas pap. Értitek, azt gondolom. Mert szóval nem pláza, nem jódaház. A lakóparkot, mint olyat, azt kilőttem, mert ahhoz azért túl zajos környék és túl zűrös környék, hogy a lakóparkot akarjanak építeni, hanem, hát ugye Google, beírtam a Google-ba, hát hogy Népliget építkezés, mit tudom én, ez az, hát adottam egy hátas fecsét. Na, szerintetek micsoda? Mi lesz ott? Mire kell már megint zsákpénz? Nem egy zsákpénz, több zsák, több száz zsákpénz. Kézilabda csarnok. Egy hatalmas kézilabda csarnok épül a Népligetben. Igen. Igen, igen. A 2022-es, tehát még csak nem is 21-es, hanem a 2022-es kézilabda Európa bajnokság keretén belül, azt hiszem, hogy Szlovákiával együtt lesz rendezve a dolog, és hát nekünk is feltétlenül kell, hogy egy kézilabda csarnok, ugye, ami gyakorlatilag én már előre látom, hogy ugyan arra a sorsa fog jutni, mint a Duna Arena a dagástrand mellett, gyakorlatilag Konga kihasználatlanságtól, tehát én még nem láttam és nem hallottam onnan közvetíteni semmit, és nem tudok róla, hogy egyáltalán bárki járna oda rendszeresen. Lehet, hogy jár, nem mondom, és azért, mert én nem járok, lehet, hogy ott fogja, hogy jár, de lényeg az, hogy Kong az ürességtől, és azt azért már olvastam, hogy totálisan kihasználatlan és ráfizetéses, és úgy tudom, hogy jelenleg nincs is üzemeltetője egyébként, úgyhogy lehet, hogy nem is működik. De föl kellett építeni. Ugye? Aztán nemzeti tányér. Ha! Gyakorlatilag mióta volt az úgymond megnyitó olyannak a dolognak, semmi nem volt azóta. Tehát eltelt azóta azért közel 2 hónap, most már lassan 2 hónap, és semmi, tehát zéro. Abszolút semmi kihasználtsága nincsen. Ott áll üresen, ott van egy foci pálya, ott középen, aztán... Jó, hogy megépült ilyen közel 250 milliárdból. Hangsúlyozom, milliárdról van szó. Hát, hogy ez a kézilabda csarnok, ez mennyibe épül, hát gondolom, hogy ez se pár fillér. Úgyhogy... Hát finoman szóval, hogy hát aztán ez tényleg rohadtul fontos, meg aztán ez tényleg nagyon kell. Én nem akarom senkiben lerombolni ezt az illúziót, hogy sportkedvelő, meg mit tudom én. Nem az a baj, hogy kedvelje a sportot. Tehát itt nem arról van szó, hogy bárkit én leszolnék, csak erre nincs szükség. Az a helyzet. Fetreng az ország a dagonyába, Budapesten meg országosan is olyan úthálózat van, ami egész egyszerűen több, már rosszabb, mint ha kvázi a közhelyen élve balkáni viszonyokat nézzük. Gyalázatos az úthálózat Budapesten nagyon. Gyakorlatilag nincs 50 olyan méter, amire azt tudnám mondani, hogy na ez. Ez egyszerűen siralmas, tehát tényleg. Már nem is tudom már hol láttam így az Indexen, vagy mit tudom én, valamelyik hírportálon volt egy fotó, hogy olaszok
már lefotózták Budapesten valamelyik utcát, sőt azt hiszem ez a Fogarasi út volt, vagy a Vezérút, már nem is tudom. Nem, ez inkább a Fogarasi volt, hogy Ford hátán Ford, le volt fordítva, hogy mi. Hát nem csodálom. De egyébként, hogy a Kálmán Imre utcát említjük, ugye gyakorlatilag egy kvázi sugárút, ami a parlamenthez vezet elsősorban, a Kossuth térre, ugye a nemzet főterére gyakorlatilag, hát botrányos. Botrányos. Tehát, egyszerűen kritikán alulik. És sorolhatnám, tehát országos viszonylatban is katasztrófa. Az egész dolog, nem nekünk kézilabda csarnokot kell építeni, Isten tudja hány milliárdból, csak azért, mert ez egy szaros Európa-bajnokság, ami lehet, hogy tart majd 1-2 hétig, addig nagyjából használni fogják, aztán majd sehol senki. Majd lesz ez a, tudjátok, ez a... Majd benövi a gaz idővel, fák nőnek benne idővel, tehát majd ugye eltelik pár száz év, és egyszer csak úgy elroskad majd magába az egész, mert nyilván, hogy nem hosszú távon fogják ezt építeni, hát az, hogy nem lesz itt Európa bajnokság ugye minden nap. Hát, szóval nagyon gáz. Nem is tudom, hogy most mit is reagáljak erre, megmondom nektek egészen őszintén. Finom szó, hogy tudjátok, hogy leesett az állam, hogy micsoda, már megint valami ilyen sportkomplexum ide Magyarországra. Ugyan, gyerek, emberek, ez már tényleg ilyen beteges dolog. Aztán szintén olvastam egy infót, sőt, tehát láttam már ilyen látványtervet, egy új vonalvezetést. Ugye nem tudom, hogy ki ismerős Tolna megyébe, meg hát Bács megyébe, Bácsőskó megyébe, de hát szülővárosomtól egy ilyen kisebb legyintésre található az M9-es autóút, ami Magyarország egyik szégyen foltja, hogy ez egyáltalán megépült, és megépült hozzá egy méregdrága híd, ami hát olyan, amilyen, tehát elég ingerszegény, mondhatjuk így is, tehát gyakorlatilag szinte észre sem veszett, hogy átment egy hídon, mert annyira nem látszik semmi, annyira jelentéktelen, hogy néz ki Szemecsiten, a Szent László híd. Ami tulajdonképpen az M9-es, az egy 2x1 sávos autóút egyébként, 21 kilométer hosszúságú, kérem szépen, és lényegében a régi 6-os utat köti össze az 51-es főúttal Bács-Kiskun megyébe. Bács-Kiskun megyében úgy tudom, hogy kemény 5,7 km szágult ez a fergeteges autóút, M9-es néven, és hát ha egyszerűbből tényleg lesz valami, akkor gyakorlatilag hamarosan majd ez is eltűnik, hogy M9, mert az M9-et mégsem azon a nyomvonalon fogják egyszer majd megépíteni, amikor 2200-ra, hanem lejjebb, sokkal lejjebb, tehát Tolna megyét nem is fogja érinteni egyáltalán. Jó lehet mondani, hogy most Tolna megyét látni az M6-os, és akkor hú. De hát törölték tulajdonképpen az eredeti nyomvonalat, és gyakorlatilag ugye van egyrészt egy csonka M8-as, ami még gyalázatosabb, mint az M9. Mondjuk abból a szempontból jobb csak a helyzet, hogy 2x2 sávos, és sokkal látványosabb a hídon a Dunán, Dunajvárosnál, vagy a Pentele híd. Hát az sokkal szebb is, mert mit tudom én, látványosabb is, blablabla. De funkcionalitását tekintve dettó ugyanaz, mint az M9-es, tehát gyakorlatilag a 6-os utat köti össze lényegében. Szintén az 51-es főúttal, ugye csak ott, az már nem Bács-Kiskun megye ott, hanem Pest megye, vagy mit tudom én, nem is tudom. Na halljátok ezt, az most jó kérdést. Azt talán mondjuk úgy, hogy Bács-Kiskun megyének a legészakibb csücske talán, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy van két
Több ilyen kis fasz, kis autóút egyébként Magyarországon, nézegettem így a térképet, hát elképesztő. Tehát így, tehát tényleg, és akkor most aztán ennek sok értelme van. Tehát ott hagyták az M9-es, már az átadáskor is totál kihasználatlan volt, tehát a semmiből vezet, gyakorlatilag a semmibe. Jó, én nem mondom, lehet némi értelme neki, mert ugye tehermentesíti a bajai Tűristán hidat, ami hát gyalázatos állapotban van már, és már többször volt szó róla, hogy el kéne bontani. Tehát azon már nincs is mit felújítani, hanem el kéne bontani, hiszen ugye azon nagyon komoly vasúti forgalom zajlott, mert most jelenleg ilyen nagyon gyatra, ilyen nagyon csekéke vasúti forgalom zajlik mások azon a vonalon. Nagyon leépült a vasúti forgalom mióta, hogy az M6-ost átadták. Ugye ennek az oka, hogy hát buszforgalom az, ami ott arrafelé dominál. Úgyhogy a vasút az teljesen háttérbe szorult. Néhány úsgyi megy át ott napközben. Kiskunhalasra, Bajára, Bátaszékre, Sármogárra, mit tudom én. Szóval gyatra nagyon-nagyon kihasználatlan igazából. És hát arra született ugye egy ilyen nagyon idétlenül kinéző, nagyon elcsúfították azt az egész hidat, amikor megépítették azt a két oldalkonzolt a híd két oldalán, ami arra hivatott, hogy ne kelljen kivárni azt, amíg a vonat elmegy, és mint tudom, hosszú percekig ott záró volt az egész híd, és akkor melyik oldalt engedik előbb, meg mit tudom én, szóval, mert ment ez a szarakodás, csak akkor még volt az érdemben vasúti forgalom, mikor ez az őrület megszületett, ez az elmebeteg terv, mikor ez megszületett akkor, de most már gyakorlatilag annyira csekély a vasúti forgalom, hogy most az ott az 55-ös főút, hát azt sem mondanám egy kihasznált főútvonalnak most már. Tehát egy nagyon csekélyke forgalmú főútvonalról van szó, bár hozzáteszem, hogy elég fontos főút amúgy, mert ugye csak Bátaszéktől indul és Szegedig tart az 55-ös főút. Hát azért nem mondanám, hogy feleslegesnek, semmiképpen sem mondanám feleslegesnek, csak hát mondjuk ez a híd az már kicsit öreg. És hát ugye kezdetben volt csak két ilyen konzol, majd próbálok róla képet találni, hogy hát ha biztosra fog találni egyébként valamit, de majd ezt felcsem. Ugye ezt fogom először csinálni, összedek le képeket az internetről. Először volt két oldalkonzol, aztán azok így mennyek lettek, ugye, hát milyen építészeti megoldás már az ugye tényleg. És aztán kitalálták azt, hogy keresztbe, tehát a híd tetejére, hogy az még ilyen acél vászterkezetes híd, és a tetejére tettek ilyen feszítő konzolokat, amivel aztán úgy csúfították, tehát amúgy sem volt szép ez az oldalsó két szarság, hanem gyakorlatilag a hídra, saját magára tettek olyat, ami azt a két oldalkonzolt megtartja. Tehát mint egy ilyen, mit mondjak, tehát így, mint ez a töltőkábel, így lóg a, tehát itt van az oldalkonzol, itt van a híd középen, itt jön ki belőle az oldalkonzol, és akkor ezek a húzalók, ezek a lacsi húzalók tartják, hogy ezt a konzolt le ne szakadjon. Nem tudom, hogy ti álltatok-e már a Tűr István hídon egyébként álló kocsival. Tehát, hogy áll. Minden híd mozog egyébként, tehát van egy dilatációja, mindegy, tehát folyamatosan mozognak. Ezt is mennek tönkre, tehát ez is nagyon fontos a karbantartásuk, a megfelelő karbantartásuk, de hát a Tűr István híd. Látod aztán, gyerekek? Én egyszer álltam ott valami forgalmi szitu miatt. Hát ilyen. Már eljártatottam, hogy akkor mi mész rajta kocsival, akkor anya nem érzékeled, de bildagám jobbra-balra az egész. Szóval, ja. Na, úgyhogy szóval vannak itt nagy hülyeségek. Hát itt, ami közvetlenül most minket érint, ugye az M4-es, hát egyelőre eléggé nagyon úgy néz ki a dolog, hogy már gyakorlatilag majdnem kész van, de hát ugye, mint megtudtam ugye, hogy ez még bizony maximum Ceglédig fog csak itt elvezetni nagyon sokáig, mert ott távolabb még csak földmunkák vannak.
nem is tudom, miért mondták azt, hogy átadjuk, és ország határig, hát Debrecen másfél óra lesz, meg mit tudom én. Nincs oda, még évek kérdése. Na mindegy, már az is jó lesz, hogyha ezt a szakaszt itt átadják. Hát egyelőre még nincs átadva, tehát egyelőre még megy a szarakodás itt ezen a kétszer egy sávon, ott állandó dugó van, meg mit tudom én, tehát így valahogy úgy nem haladnak. De egyébként még mindig ez a rész, mondanám, ez már egy nagyjából késznek mondanám, nem tudom, arrébb lehet még valami, ott a Monor felé, Monor után lehet még valami, ami miatt nem adják át ezt a dolgot. Meg hát nyilván voltak a munkák, amiket azért ezek a fagyok azért akadályoztak. Úgyhogy, na mindegy, ez majd egyszer alakul. Na, úgyhogy tulajdonképpen ennyi lett volna 2020-nak az első bejelentkezése. Hát olyan lett, amilyen. Ezek az új videók, amiket ugye itt tervezgetek, hát nem tervezgetek, csak így fantáziálgatok rajta, hogy jó lenne, jó lenne, jó lenne. Majd alakul, várjatok egy kicsit türelemmel, aki kitart a csatornámmal, tudom. Köszönöm, aki meg nem tartja mellette, hát szíve joga. Na, úgyhogy ennyi lesz volna, reggelizek, mert finoman szóval éhes vagyok, úgyhogy hát én most hagyjuk ezt a boldogó évet, jó? Tehát én ebben nem hiszek, az a baj. Na. Mindegy, mindenkinek legyen jól, úgy, ahogy szeretném. Egészség legyen, a többi nem számít. Higgyétek el, hogy ez a helyzet. Jó? Na, egymásra vigyázzatok, magatokra vigyázzatok, mert mit tudom én, aztán majd egyszer jelentkezek úgyis valami érdekesebb anyagban, mint ez a konyha vlog, de hát most momentán sem az időjárás nem kedvez nekem ehhez sem más, úgyhogy ez van. Na, szegény ember vízzel főz, ahogy szokták mondani. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, kedves felhasználóim, a viszontlátásra!